Szia Orsi, köszöntelek téged itt a Mapej székházában, a berendezett stúdiókban. Ez a Mapej Krónika podcast, ahogy mindenkit köszöntök, aki hallgatja a Mapej Krónika adásait, akár a YouTube-on, akár más podcast oldalakon. Orsi a beszélgetőtársam, Pavelka Orsolya, hidegburkolati termékfelelős, és hozott is nekünk egy klassz hidegburkolati témát, mégpedig a Mapegard board lemezekről lesz szó. Mik ezek a Mapegard board lemezek, és kiknek ajánlod? Szia, Vanda! Én is üdvözöllek! A Mapegard board a Mapegard termékcsalád egyik legújabb tagja, ami tulajdonképpen egy kicsit kilóg a sorból, mert ez egy építőlemez, és tulajdonképpen burkolóknak szól. Építőlemezt ajánlotok burkolóknak. Igen, ez egy olyan termék, ami tulajdonképpen kiváltja az egyéb szakmáknak a jelenlétét, mondjuk egy fürdőszoba felújítás során. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk vakolni kellene, vagy építeni egy válaszfalat, előtét falat egy fürdőszoba felújítás során, akkor tulajdonképpen ezzel a könnyű, könnyen vágható, könnyen felhasználható termékkel tudja pótolni ezeket a szakmákat. A vízszerelőjét nem tudja. Azt nem. De tudja a kőművest, hogy saját magának ajzatot tud képezni a hidegburkoló, ezt jól értem, ugye? Igen. Mit tud még esetleg ezzel a lemezzel, ha már építő lemez? Tud-e esetleg építeni valamit belőle? Tud vele építeni, például nagyon jó felhasználási módja egy vécének az előtétfala, vagy egy kádnak az előtétfalának a kialakítása, illetve válaszfalat is tud vele építeni. És kiváltható vele egy vakolat is, tehát hogyha mondjuk nagyon egyenletlen a falnak a felülete, vagy nem szeretne csempét bontani, akkor ezzel tökéletesen kialakítható egy sima és jó befogadásra képes felület. Mi a feltétele annak, hogy ezt az építőlemezt föl lehessen helyezni? Mert mondtad a csempét, a vakolt falat, és hogyan kell fölhelyezni ezekre a felületekre? Nagyon fontos, hogy a felület legyen szilárd, és mindenféleképpen pormentes. Ezt, ha vakolatként alkalmazok a Mapegard bordot, akkor többféle módszert is választhatunk a falra való rögzítésre. Lehet egyszer mechanikailag rögzíteni, de mindenféleképpen érdemes mögé egy cementágyat kialakítani, akár pogácsás pontozott módszerrel, vagy pedig teljesen telibe ragasztani. Ez olyan, mint a hőszigetelésnek is a hőszigetelő lapok felragasztása. Igen, bár ott pont perem módszert használunk, és itt a pogácsás még megfelelő. Ja, tényleg a pogácsás szokták régi, mondani, igen, hogy az egy régi. Értem. És ha fürdőszobáról beszélünk, akkor ezek a lemezek amellett, hogy fogadó felületet képeznek, ezekre még megy aztán vízszigetelés, vagy pedig tudnak ebben is segíteni a burkolónak, hogy a vízszigetelés felületét nem kell külön felhordania? Nagyon jó kérdés. Mint hogy az összes Mapegard termék, ez is vízszigetelésként is funkcionál. Az anyag teljes átmérőjében tulajdonképpen vízszigetelő, vízszigetelőképes. Ez az anyag, hogyha belemegyek a szerkezetébe, akkor tulajdonképpen ez egy nagy sűrűségű extrudált polisztirolhab, és mind a két oldalán egy ilyen vízszigetelő membránnal van ellátva. Ez egy könnyű valami. Ez ugye? Egy nagyon könnyű anyag, igen. Mikor fölteszed, a lemezekről beszélünk, és van egy fal, akkor ott van egy csatlakozás. A két lemez csatlakozásában, vagy akár a falon is, ha csatlakoznak a lemezek, ott hogy érjük el, hogy a vízszigetelés folytonos legyen? Igen, tehát ugye anyagában ez vízszigetelőképes, de nagyon kell figyelni a csatlakozásokra. Itt a csatlakozásoknál vannak különböző anyagok, amik szalagok, illetve manzsetták, sarokelemek, amik ezeket a réseket tökéletesen betöltik. Tehát ugye a MAPE-ban kiegészítő elemek. Így van. Itt mondjuk funkciójában nagyobb szerepe van egy ilyen szalagnak, meg valós réseket kell tulajdonképpen vízszigetelnie. Tehát, ahogy te is mondtad, tökéletesen nem lehet sose összeilleszteni két táblát,
úgy, hogy ott ne jusson át a víz. Ott mindenféleképpen át fog jutni a víz, és ezért ezeket a kiegészítő termékeket alkalmazni de kell. De akkor ez a Mapeman család terméke is? Nem, ez a Mapegárt termékcsaládon belül van. Sajátja. Így van. A termékek neveit is szívesen elmondom. Mapegárt ST-ról, ez a szalag. Mapegárt IC, LC, PC, ezek a különböző kis manzsetták, illetve sarokelemek, és ezt pedig a Mapegárt adezív ragasztóval tudjuk felhelyezni a táblára. Tehát ez egy komplet rendszer, meg kell menni, és minden adott ahhoz, hogy szépen föl is lehessen helyezni. Igen, igen, igen. Uh-huh. Mennyire vághatóak ezek, mennyire formázhatóak ezek a termékek, hiszen a falnál is esetleg nem jön ki a méret, vagy ha épít belőle egy előlemezt, akkor ott is szükség van rá, hogy formázza az ember. Tehát mennyire könnyen kezelhető? Könnyen kezelhető, nagyon könnyen vágható, akár snitzerrel is elvágható. Ez a tábla, és különböző jelölések vannak rajta, és hát nem különböző jelölések, tulajdonképpen vannak rajta jelölések, amik segítik a tábláknak a méretezését, illetve nagyon könnyen jelölhető. Tehát ez a membrán, amivel be van vonva a felület, ez segíti a kivitelezőt abban, hogy könnyen jelöléseket helyezzen rá. Mi a különbség, amikor függőleges fogadó felületen alkalmazzuk, mint a burkolatot fogadó aljzatot, illetve hogyha valamilyen kád vagy WC előlapját készítem belőle, vagy ha építek belőle, mert említetted, azt hiszem, hogy zuhanyzó falát is föl tudom belőle építeni. Aztán még kérdezném azt is, hogy mit lehet még belőle építeni, hogy van-e különbség a használatban? Van, természetesen. Hogyha mondjuk vakolatként használjuk, akkor általában a vakolatnak a vastagsága adja meg, hogy milyen méretű táblát alkalmazzunk. Amikor előtétfalat építünk, akkor mindenféleképpen egy vastagabb, egy teherhordóbb építőlemezt kell alkalmaznunk. Tehát akkor a Mapegárt bord lemezek különböző vastagságúak? Így van, 7 mm-től 48 mm-ig elérhetőek ezek a táblák. Mm-hmm. És azt veszem 10... meg, amire majd én szeretném használni vakolat helyett, vagy építek belőle egy kád előtétet, és a zuhanyhoz melyiket? A zuhanykabin építéséhez, zuhanyfalhoz melyiket használjuk? Ahhoz általában a két legvastagabb terméket szoktuk ajánlani, a 30 és a 48 mm vastagságú Mapegárt építőlemezt. Tehát akkor ezek szerint egy hideg burkola a víz csövek szerelésén kívül mindent el tud végezni egy fürdőszobában, hogyha ezt a termékcsaládot használja. Így van. És milyen előnyöket említhet ő a megrendelőnek, hiszen a végső döntést nem ő fogja meghozni, hanem vagy a családi ház tulajdonosa, vagy majd mondod, hogy milyen alkalmazási területeken érdemes még ezt bevetni. Én azt gondolom, hogyha egy burkoló szeretné ezt a terméket eladni a megrendelő számára, akkor mindenféleképpen érdemes felhívni a figyelmét arra, hogy sokkal kevesebb sít fog keletkezni a fürdőszoba felújítás során, illetve sokkal csendesebb lesz a munka mondjuk egy itong téglavágása, illetve egy Mapegárt bordvágása között hangbéli különbségek is vannak, illetve a különböző szakmákat is el tudják hagyni, hogyha, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon gyors lesz, jóval gyorsabb lesz a kivitelezés, nem kell várni a technológiákra, nem kell több hetet várni mondjuk egy vakolat kiszáradására, hogyha ezeket a lemezeket helyezik fel a falra. Illetve, hogyha a megrendelő megbízik a burkolóban, akkor nem kell egy kapcsolatrendszerrel dolgoznia, hanem mindent rá tud bízni. Így van. Ugye ez egy nagyon fontos szerintem egy építőipari feladat során. Hova ajánljuk akkor még? A fürdőszobát értem. De milyen megrendelőkre gondoljunk, akiknél ez előnyös lehet, akiknek érdemes ezt ajánlani? Ez tulajdonképpen egy fürdőszobai, tehát egy ilyen vízes környezetben lévő termék, úgyhogy wellness szállodákban is akár tökéletes anyag ez a Mapegárt bord. Mind a mellett, hogy ugye építhetünk vele, kiegyenlíthetünk vele, még bútorokat is tudunk vele készíteni. Bútorokat. Bútort. Ezt mostót, fejtsd ki, padot. Mosdót. Mosdót, igen. Tehát, hogyha mondjuk nem szeretnénk feltétlenül asztalos munkát a fürdőszobánkba, akkor ebből az építőlemezből is tudunk építeni magunknak egy mosdó szerkezetet. Uh-huh.
És még mit? Padot? A pad az hova kell? Hát mondjuk egy kabinba? Erre gondolsz a wellnessbe? Igen, igen. Vannak ezek a kis pihenőpadok, vagy nálunk is a fürdőszobában van. Ez egy kicsit kiváltja az itongot, mert én nagyon sok interjút készítettem hidegburkolókkal, és akik saját maguk szeretnek építeni, ők az itongot szokták használni. Ha jól értem, akkor ez a lemez ez most nagyon sok mindenben kiváltja az itong. Igen, építést. Igen, igen, abszolút, abszolút. És az itonggal szemben a könnyűséget mondtad. Milyen előnyei vannak még? Vannak-e? Vannak, azon kívül, hogy ugye sokkal könnyebben felhordhatom mondjuk egy negyedik emeletre a súlya miatt, mind a mellett sokkal könnyebben is formálható, mint egy itongtégla. Van-e tapasztalatunk? Van-e olyan a magyar piacon már működő hidegburkoló? Ilyen nincsen, nincs. Tehát a szakemberek most hallanak először erről a termékről. Ez egy nagyon új termék. És érdemes lenne a kreatívaknak kipróbálniuk ezt a terméket. Igen, igen, igen. Orsi, nagyon szépen köszönöm, izgalmas terméket hoztál nekünk. Én is örülök, hogy beszélgettünk. Mindenkinek jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Szia, Orsi. Szia.